Bejutott Kolozsvár az Európa 2020-as Innovációs Fővárosa címért folyó verseny döntőjébe. A megmérettetésen többek között Milánóval, Valenciával és Béccsel küzd meg az 1 millió eurós díjjal is járó kitüntetésért. Az Európai Bizottság szerdán közölte annak a 12 városnak a listáját, amelyek bekerültek az Európa Innovációs Fővárosa címért folyó verseny végső szakaszába, amelyet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja szervez és finanszíroz. A verseny végén azt a város díjazzák, amelyben az innovációban rejlő lehetőségek kihasználásával igyekeznek jobbá tenni az emberek életét. Az idei verseny döntőjébe 12 város jutott be, többek között Bécs, Milánó, Valencia és Kolozsvár is. Olá Emese alpolgármester szerint ez bizonyítja, hogy a város nem csak a digitalizálás területén jeleskedett az elmúlt néhány évben, hanem olyan megoldásokat biztosított a kolozsvári lakosoknak, amelyek élhetőbbé teszik a városközpontot és a negyedeket. Amiért számomra fontos, hogy elnyerjük az Innovációs Főváros címet, ez az, hogy be tudjuk bizonyítani, nem csak a digitalizálásról szól egy okos város léte, hanem ezeket a vívmányokat arra kell használjuk, hogy minél inkluzívabb és minél szélesebb körű szolgáltatásokat tudjunk a lakosságnak biztosítani. A döntősöket egy szakértői zsűri választotta ki, amely az innovatív városfejlesztési megoldások mellett azt is vizsgálta, hogy milyen mértékben sikerült bevonni a lakosságot a helyi döntéshozatalba, és hogy miként alkalmazzák ezeket a gyakorlatokat a városfejlesztésben. Olá Emese kiemelte, fokozottan figyelnek arra, hogy a lakosok ötleteit is gyakorlatba ültessék, ugyanakkor több közvitát is tartottak a fontosabb projektek mentén. Az Európa Innovatív Fővárosa címet elnyerő város az 1 millió eurós díjat innovációra, valamint a lakosság, a közigazgatás, az akadémiai és az üzleti körök közötti kapcsolatok megteremtésére fordíthatja. A verseny további 5 helyezettjét 100 000 euróval díjazzák. Az Európai Bizottság a szeptember 22-e és 24-e között tartandó Európai Kutatási és Innovációs Napok keretében hirdeti ki a verseny győztesét és jelöli meg az 5 kitüntetett várost.